Sziasztok! Úgy alakult, hogy megint haza tudok menni Magyarországra, úgyhogy felveszem nektek az eheti videót már ma csütörtökön, mert ugye megint nem szeretnék otthon forgatni. Egyébként túl sok minden nem történt, tehát úgy láttátok Instagramon, hogy sok mindent nem ettem a tükrözés miatt. Viszont most lemértem magam, és majd azt is elmondom a videó végén, hogy mire jutottam, de kezdjük azzal, hogy miket ettem. Szóval vasárnap a reggelit kihagytam, és krumplipürével indítottam csirkemellel, aztán ettem két ilyen milkprőtjent, amit tudjátok, ez a nagyon puha kifliszerűség, ilyen teljes kifli. Aztán főztem sütőtök krémlevest, és egy pár kanállal megettem belőle, de arra jutottam, hogy nem sikerült teljesen leturmixolnom, habár eléggé krémes volt, de egy nagyon picit éreztem benne a hagymadarabokat. És ugye azért így két nappal a tükrözés előtt már tényleg nagyon nem szabad semmi szilárd, nehezen emészthető dolgot enni, és ugye a hagyma meg a zöldségek az ebbe tartozik. Úgyhogy aztán azt feladtam. Utána csináltam még palacsintát, abból ettem kettőt ilyen átpasszírozott baracklekvárral. Itt egyébként még puffadtam egy kicsit, és a bal oldalam fájt megint. Aztán hétfőn volt az, hogy már szinte semmit nem ehettem, reggel egy kicsi natur joghurtot még ettem, aztán délben már csak üres zöldséglevest, ami teljesen leszűrve mindentől mentesen, és utána jött az éhezés. Aztán kedden meg volt a tükrözés, erről úgy döntöttem, hogy csinálok nektek egy külön videót, mert többen kértétek, hogy nálatok is fennáll ennek a lehetősége, hogy kelleni fog, vagy már meg is van nektek az időpont, hogy számoljak be, hogy milyen is volt. Úgyhogy ha elkészül ez a videó, akkor ide majd berakom. Szóval itt reggel nyilván nem ettem semmit. Aztán amikor véget ért a tükrözés és az altatás, akkor egyből utána egy pár szem mandelnápolyt ettem. Itt azt hiszem kettő darabot ettem, és utána egy pár darab avokádó sushit, az ilyen 5-6 darab volt. Utána később még enni akartam itthon, de végül nagyon émelyegni kezdtem, úgyhogy egy pár szem nápolyt sikerült még lenyomnom, igazából az egész 75 g-os csomagnak csak a fele sikerült így kedden. És utána olyan rosszul volt, hogy inkább mentem aludni, úgyhogy ilyen 13 órát egyben aludtam a vaksötétre besötétített szobában, úgyhogy itt már többet nem ettem, és próbáltam csak túlélni, de szerencsére másnap már jobban voltam. Úgyhogy szerdán a reggelt a maradék mannernápolyival indítottam, utána volt még itthon egy ilyen meggyes tejberizs, ilyen bolti, ami rájöttem, hogy nekem nagyon nem ízlik, úgyhogy egy pár kanál lettem belőle, aztán meghagytam. Ebédkor kimentem, és elhoztam egy bódos helyről egy ilyen kinoa bolt, aminek hát körülbelül a fele sikerült. Aztán még ettem egy pár falat görögdinnyét, de nem sikerült annyit megennem, amit a képen van, mert nagyon-nagyon puha volt, tudjátok, amikor már ilyen lagymatag, és nem szívesen eszi meg az ember, meg nem is volt annyira finom. Itt egyébként este megint elkezdtem puffadni, illetve olyan húzódó fájdalom volt a jobb oldalamban, de nem csak ott nagyon lent, ahol szokott, hanem így följebb, így derék és hátsó rész, szóval nem tudom mi ez. Egyébként, hogy így nagyon röviden lelőjem a poént, a tükrözés alatt nem igazán találtak semmit. Úgyhogy nem vagyunk közelebb a megoldáshoz még mindig, és lehet, hogy nem értem meg ez az egész, de mindegy, most már túl vagyok rajta. Szóval ma csütörtök van, a reggelt két szelet tönkölykenyérrel indítottam, vajjal és paradicsommal. Itt még nem volt annyira meleg, úgyhogy ezt még meg tudtam enni. És utána olyan hőség lett, hogy egyszerűen semmit nem bírok normálisan enni. Egy manert sikerült ezt a 75 g-osat teljes egészében megennem. A tegnapi bolból próbáltam egy pár kanálnyit vagy villányit enni, de megint nem tudtam belőle sokat enni. És most itt tartok, most fogok a maradék sütőtökrémlevesből enni, illetve estére valami salátát tervezek grillcsirkével, de meglátjuk, hogy eljutok-e odáig, és tudok-e valamit enni, mert tényleg nagyon melegem van. Tehát most is úgy érzem, hogy éhes vagyok, de talán a leves fog sikerülni. Délben ugyanígy éreztem, hogy éhes vagyok, és mégsem tudtam a bolból sokat enni, úgyhogy nem tudom. Na, és az említett mérés... Reggel már egy pici vizet ittam, amikor észbe kaptam, hogy ups, egyébként le kéne mérnem magamat, mert lehet, hogy utazom. 66,8 kilót mutatott a mérleg.
Mellben 91,6 cm-t mértem, derékben 78,5 cm, csípőben pedig 105,5 cm-t. Csináltam egy pár képet is, amiket ide beszúrok. Szerintem már látszik a változás. Nem mondom, azért nem vagyok még vékony, és eléggé nagy továbbra is a hasam, de azért szerintem most már látszik a pozitív irány, és jó lesz ez így, hogyha nem adom fel. Na most ez egy ilyen rövid hét lett, de mint mondtam, megyek Magyarországra, és ott nem szeretnék forgatni, úgyhogy majd a következő hetibe veszem bele azokat a napokat is. Köszönöm, hogy megnéztetek, legközelebb is találkozunk. Sziasztok!